Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, Önök a Bonyhádi Naplót látják, és mutatom is mindjárt, mivel készültünk mára. Ünnepeltek a nyugdíjasok. Meglátogatták az elsősöket. Egészséghetet szerveztek a Völcség fővárosában. Képek a Németség életéből címmel nyílt kiállítása a Művelődési Központban. Több mint 120 nyugdíjas gyűlt össze a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban, ugyanis a városban hagyomány, hogy évente egyszer találkoznak egymással a környező települések nyugdíjas egyesületei. A jó hangulat természetesen garantált volt a rendezvényen. Hol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőd. Nem vagy olyan, mint az előtt. Élni amellett szépen vidáman, Istentől látszabott igában. Regionális találkozót szervezett a Bonyhádi Nyugdíjas Klub. A városban már régóta tradíció, hogy minden évben meghívják a környező települések szépkorú egyesületeit. Ezúttal több mint 120-an gyűltek össze a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A nagymányok, kismányok, várajja, egyházaskozár, izmény, több mint 20 éve hagyomány, mert valamikor úgy volt, hogy a három megye nyugdíjas találkozó volt, az ment 12 évig. Akkor utána átalakultak a csoportok, ugye? És akkor lett ez a hagyomány, hogy ilyen regionális. Összefogjuk a kisebb faluknak a nyugdíjas csoportjait. Mert ugye ők nem tudnak ekkora rendezvényt tartani, mert nincsen ekkora helyük nekik. Évközben ők tartanak, és akkor mi megyünk oda hozzájuk. Ez mindig önköltséges, mindenki fizeti a saját vacsoráját, és a süteményt, meg a pogácsát, meg az innivalót, az a csoport állja, akihez megyünk. Úgyhogy ez ilyen oda-vissza. Összefogni a nyugdíjasokat, mert egy nagyon vidám társaság ez, nagyon sokan jönnek hozzánk, több mint 80-an vagyunk már, és nem csak bálokat tartunk, hanem rengeteget kirándulunk. Voltunk, minden évben elmegyünk egy 4 napos kirándulásra, az idén Kiskörösön voltunk 4 napig, oda is megyünk egy egész nagy busszal, és akkor évközben pedig kisebb kirándulásokat, mint például voltunk Grábócon egy napra, majálist tartunk Börzsönybe, akkor egy pincenapot tartottunk Cikón, és most voltunk 22-én, múlt hónap 22-én, voltunk még egy fürdésre, Szigetvárra. Oda is voltunk 53-an, úgyhogy nagyon aktív a csoport. Hát itt önmaguk lehetnek. Nagyon sok az özvegyasszony, aki egyedül van otthon, és még nem akar bezárkózni, és ez a csoport, az a csoport, aki a zenéből is hallatszik, ami a vidámságot szolgálja. Nagyon összetartó, nagyon jó csoportunk van. Természetes, én már a koromnál fogva is kevesebb munkát vállalok, de olyan jó társaim vannak, hogy minden nagy, nehéz munkát levesznek a vállamról. Nagyon jók a gazdasági vezetőnk is, és van külön egy hölgy, aki mindig a kirándulásokat intézi, meg szervezi, úgyhogy nagyon jó kis csoport. Az eseményen Szabó Tibor alpolgármester is részt vett. Gondolkodtam egyébként, hogy mit fogok majd mondani, aztán arra jutottam, hogy valami mindenféle frázisokat fogok elfogtatni, aztán arra jöttem rá, hogy ez senkit nem érdekel. Sokkal jobban érdekel mindenkit a saját sorsa, vagy másoknak a sorsa. És azt gondolom, hogy, na mondok egy frázist, ezt a világot az unokáinktól kaptuk kölcsön, ezt szokták mondani. És hogyha jól belegondolunk, legalábbis én a saját életemre, vagy a saját családomra, akkor arra gondolok, hogy a nagyszüleink még a háborúban a feldolgozott veszteségeket próbálták fölélni, egyáltalán túlélni az egész életüket,
és ennek ellenére 4-5-6, akár 10 gyermekkel is tértek ide Bonyhádra. Aztán jöttek a szüleink, akiknek azt gondoltuk, hogy majd sokkal jobb sorsuk lesz, aztán ők szintén nagy szegénységben kezdték az életüket, szintén nagy szegénységben próbálták végigélni a kommunizmusban a munkás sorsot, a munkás létet. És akkor itt vagyunk mi, akik készen kaptunk mindent. Igaz, amikor még a családot terveztünk, akkor még mi is szegények voltunk, de ettől függetlenül a mai nap már azt láthatjuk, ott hátul parkoltam a régi gyógyszertár parkolójában, és végigjöttem ezen a csodálatos téren. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag a lehető legjobb világban élünk. Mondom ezt annak ellenére, hogy a szomszédunkban háború dúl, és végig szenvedtünk egy világjárványt, alig-alig találkoztunk egymással, én szerintem 16 óta nem találkoztam önökkel. De mégis azt mondom, hogy én legalábbis megígérhetem, hogy megpróbáljuk az unokáinknak ezt a világot továbbadni. Az idén már csak decemberben lesz egy nagy karácsonyi ünnepély, ahol megünnepeljük a fél év névnaposait. Ez egy nagy buli szokott lenni, de ez csak zárt körű. A zárt körű, mert a mai programra jöhetnek a családtagok is. Nagyon sok fiatal van, aki szeret eljönni még bálozni, és akkor ilyenkor jelentkeznek, és szívesen fogadjuk őket is. Iden is ellátogattak a bonyhádi Széchenyi István általános iskolába azok az óvónők, akik most első osztályos diákok útját egyengedték az elmúlt 3 évben. Az óvodapedagógusok 2x20 perces órarészleteket tekinthettek meg, ezt követően pedig a tanítókkal egy szakmai beszélgetés során a gyerekek eddigi fejlődését értékelték ki. Vendégek érkeztek a Széchenyi István általános iskola első osztályos diákjaihoz, ugyanis az intézményben hagyomány, hogy egykori óvonőik eljönnek megnézni, hogy az elmúlt hetekben milyen tudásra tettek szert, hogyan illeszkedtek be a gyerekek az új környezetükbe. Olyan október környékén, amikor már nagyjából beilleszkedtek az első osztályosok, amikor már feltalálják magukat az épületben, megismerték egymást és a pedagógusokat, akkor meg szoktuk hívni az óvonőket, akik örömmel szoktak itt lenni és elfogadják a meghívásunkat, annál is inkább, mert nem csak a mi óvodásaink és a tanítóink kíváncsiak az óvonőkre, hanem ez fordítva is így van, hiszen szeretnék tovább követni, hogy mi lett az általuk dédelgetett gyermekből, úgyhogy ez egy ilyen örömteli találkozás szokott lenni minden október környékén, azt gondolom, hogy ma is így van ez. Hát van ennek egy kötetlen és egy kötött része, alapvetően az első találkozás időszaka, amikor jó nézni, hogy a gyerekek megölelik az óvonőt, és tényleg több hónap után találkoznak. Bepillantást nyerhetnek ezt követően az óvonők egy-egy tanóra világába, ahol megnézhetik, hogy az ő gyermekük az hogyan teljesít általános iskolában, tanórai körülmények között. A zárás az pedig általában az szokott lenni, hogy egy ilyen szakmai beszélgetés keretében az óvonők és a tanítók megbeszélik, hogy mit láttak, mit tapasztaltak. Van olyan, aki azt mondja, hogy egy teljesen más személyiséget ismert meg most így általános iskolai körülmények között, de van, hogy ilyen közös rácsodálkozás van, hogy valóban mi is így ismertük meg ezt a gyereket. Az iskolában csak nem 40 elsős kezdte meg szeptemberben a tanulmányait. Szerintem sikerült nekik már beszokni, vannak kisebb nehézségek, de ezeket kor
korrigáljuk, és segítünk mindenkinek, akár osztályszinten, vagy akár egyénileg is. Hát ilyenkor nagyon figyelünk arra, hogy kialakuljon egy szokásrend náluk, tehát hogy meglegyen a napi rutinjuk, tudják, hogy mikor van melyik órájuk, mikor mire kell előkészülniük, hogy a táskájukat hova teszik, melyik könyvüket viszik haza, mit raknak ki mondjuk az asztalra, tehát hogy milyen úzsis doboz legyen ott, mi legyen ott az asztalon. Ami most nehézség, az a délutáni bepakolás még egy kicsit, aminél oda kell figyelni, tehát hogy melyik könyvet viszik haza, tehát az olvasókönyvet, a házikósat, illetve hogy kulacs és a 10 óra is bekerüljön. Tehát ez még egy kicsit nehezen megy, illetve hát talán néha órára előkészülni, tehát arra még oda kell figyelni, hogy melyik könyvet veszük elő, tehát mondjuk matekból a papírsárkányos és a halacskás, tehát tankönyv, munkafüzet, vagy akár a magyar órát. Tehát erre még azért hangsúlyt kell fektetni. A fokozatosság elvét azt mindig betartjuk, de így keretek közé rakjuk a gyerekeket, tehát van egy kialakult napirendjük, napirendkártyuk, amiken tudják követni, hogy melyik óra után melyik fog következni. Ádám! Oké, ügyes vagy. Jó, következő. Sima vagy lyukas alap, amit láthatsz. Az óvodapedagógusok ilyenkor leginkább azt nézik, hogy a gyerekek figyelme mennyire tartós, illetve hogy mennyire bátrak az órákon. Minden évben örömmel szoktunk idejönni. Legtöbb gyerekünk ide szokott jönni a Fizánk óvodából, hiszen ez közel is van, és jó tapasztalataik vannak a szülőknek. Az idén nálunk én egy nagycsoportos, vagyis hát tavaly nagycsoportos óvónéniként engedtem el a gyerekeinket, és hát örömmel tapasztalom, hogy nagyon aktívak, nagyon-nagyon bátrak, és azok a gyerekek is, akikkel kicsikét bizonytalanak voltunk, hát ők is nagyon jól teljesítenek. Bizonyára hozzájárul az is hozzá, hogy örömmel látnak bennünket, és ilyenkor még aktívabbak. De azért azt tapasztalom, hogy akik innen, tehát kiengedünk a kezeink közül, szerintem jól teljesítenek, úgyhogy nagyon-nagyon fogom várni, hogy mit mondanak majd a tanítónénik. Én azt látom, hogy nagyon szeretnének teljesíteni, és jól megy nekik. Reméljük, hogy így is van. Leginkább akiknél bizonytalanak voltunk az, hogy mennyire tudnak figyelni, a figyelmük mennyire tartós. Ebben is látunk előre, vagy látok előrelépést annál, akinél bizonytalanabb voltam, és hogy mennyire bátrak, mert volt, aki bátortalan volt. Én azt látom, hogy ebben nagyon sokat fejlődtek. A többi területen még nem nagyon tudnék nyilatkozni, de a figyelmük az biztos, hogy úgy látom, hogy tartós. Hát, imítam, hogy azért persze azért vannak kis elbillenések, gondolom. Amit látok, az azért bizonyítja, hogy joggal vannak itt, tehát hogy kis iskola érettek már kis óvisaink. Harmadik oldat, egy kettest és látszok párnak, ott vagyunk, ez az. Képesnek kell lenni arra, hogy 20 percig figyeljenek, azért látok elkalandozást, szóval azért nem gondolom, hogy teljesen jól megy ez még. Tehát a legtöbb gyereknek talán igen, de azért azt látom, hogy fontos azért szempontban figyelembe venni azt, hogy az iskola és az óvoda közötti átmenet. Most még azért kicsikét még engedékenyebbek lehetünk, hogy még azért talán óvodásabbként viselkednek, de azért azt gondolom, hogy azért egy-két hónap alatt ennek mindenképpen változnia kell, és tehát, hogy igazán iskolásoknak mondhatják magukat. Most még azért kicsikét óvodásnak látom őket, de az aktivitás és az akarat az biztos, hogy megvan. Egészséghetet szerveztek a Bonyhádi Kórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai. A programon szó esett például a vesét érintő problémákról is. Egy héten keresztül minden a helyes táplálkozásról és a betegségek megelőzéséről szólt Bonyhádon. A városban ugyanis a helyi kórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai tartottak tematikus programokat. Szabó Mónika dietetikus például a vesebetegségekkel kapcsolatban szervezett tájékoztatót a művelődési házban. Talán leginkább a vesekövesség, ami kiemelendő. Ugye ez egyre gyakrabban fordul elő, egyre többet hallani róla, de ezen kívül ugye beszéltünk
mesegyulladásról, illetve veselégtelenségről is beszélhetünk, de számos betegsége van a vesének, amit most nem fogok itt az előadásban mindent kirészletezni, csak így a legfontosabbakat, amik dietetikailag esetleg befolyásolhatóak. A vesebetegségek legtöbbje egy kis odafigyeléssel elkerülhető. Ilyen kockázat talán a helytelen életmód, egészségtelen életmód, ugye a mozgás szegénység, akkor a helytelen táplálkozási tényezők, például, hogyha kevés a folyadékbevitel, túl magas a fehérjebevitel, akkor a nátrium, tehát a sóbevitelnek a túlzott mennyiségű fogyasztása még amilyen kockázati faktor. Kockázati csoportok pedig talán kiemelendő ugye a cukorbetegek, az inzulin rezisztenciában szenvedőknél gyakrabban alakul ki, akkor az 50 év feletti korcsoportnál is gyakoribb, illetve ahol van pozitív családi anamnézis, tehát előfordult már a családban mesebetegség. Ahogy az hallható volt, a túlzott fehérjebevitel tehát akár egészségügyi kockázatot is jelenthet. Ez különösen fontos információ manapság, amikor egyre többen használnak ilyen készítményeket. Mindenféleképpen a túl magas fehérjebevitel az kockázati tényező lesz, viszont inkább tényleg az idősebb korcsoportnál, tehát az 50 év felettieknél, ahol kiemelendő ez a fehérjebevitel. A vesebetegségek könnyen megelőzhetőek a helyes táplálkozással. Mindenféleképpen oda kell figyelni a folyadékbevitelre. Ugye nőknél legalább napi 2 liter, férfiaknál pedig legalább napi 2,5 liter folyadékfogyasztás lesz javasolt. Fontos, hogy ez a vesekövességnél, most így általánosságban arról beszélek. A nátriumsóbevitelre kell odafigyelni, hogy ott is csökkenteni kell a napi bevitelét. Ugye fontos, hogy a sóbevitel 70-75%-a az a feldolgozott élelmiszerekből származik, tehát ezeknek a fogyasztását kéne csökkenteni. Illetve ugye mi is, amikor ételkészítésnél sót adunk hozzá, akkor itt tudjuk esetleg csökkenteni a hozzáadott só mennyiséget. A fehérje fogyasztása is oda kell figyelni, tehát mérsékletesebben fogyasszunk fehérjét. Ezen kívül a vitaminok fontosak még. A mostani előadáson kóstolhattak is a résztvevők. Fontos, hogy ugye a zöldség, gyümölcs fogyasztás, hogy az egészséges étrendben is ajánlott mindenféleképpen napi szinten. Ez itt is ugyanúgy elmondható, viszont a vesekövesség esetén a purinbevitelre kell figyelni, ugye ott is az élelmiszerek purintartalma miatt. Úgyhogy itt is most zöldségkóstolóval készültünk, egy kis túrókrém van az alján. Természetesen az egészségmegőrzést segítő gépeket is kipróbálhattak az érdeklődők az egészségfejlesztési iroda jó voltából. Ez egy testösszetétel mérőkészülék, ami meghatározza az izommennyiséget, vázizommennyiséget, a testzsírt, akkor hogy hogyan oszlik meg az izomzat, illetve a zsírtömeg a testen, számol vízmennyiséget, fehérje, ásványi anyagmennyiséget. Érdemes tehát odafigyelni például a helyes táplálkozásra, hogy elkerüljük a vesénk különböző betegségeit. Fényképek és képes lapok a németség életéből. Ezekből nyílt kiállítás a Vörös Marti Művelődési Házban a Magyarországi Német Kulturális Központ szervezésében. A centrum évek óta meghirdeti ezt az akcióját, és a beküldött alkotásokat vándorkiállítás formájában mutatják be szerte az országban. Az idei tárlata 2019-ben összegyűjtött anyagot mutatja be. A Bonyhádi Kreinzlein Néptánc Együttes fiataljainak bemutatója színesítette a Német Kulturális Központ évek óta folyó programjának megnyitóját. A centrum ezzel a 2008 óta tartó kiállítás sorozattal arra törekszik, hogy minél szélesebb képet fessen az alkotók segítségével a németség egykori és mai életéről. 2008 óta minden évben megrendezésre kerül ez a verseny, archív kategóriában, fotókategóriában és képeslap kategóriában lehet rá nevezni, és a végén pedig egy nagy díjátadóval zárjuk mindig a versenyt. Az ország minden területéről neveznek a versenyzők, sőt, van, amikor még külföldről is érkeznek képek hozzánk.
A különlegessége az itt látható kiállításnak az, hogy több bonyhádi vonatkozású fotográfusnak az alkotásai is láthatóak, tehát Tolna megyei fotók is láthatóak. Mindig nagyon örülünk, hogyha egy-egy település bemutatkozik, vagy egy-egy régió bemutatkozik. Például itt emelném ki a gyógyfűcsokor szentelést is, ami egy blikkpunktos fotó kapcsán vált számunkra is ismerti. Nem maga a hagyomány, hanem az, hogy itt Bonyhádon ezt még mindig ápolják. Tehát különböző ilyen kis apró különlegességek, ínyenségek kerülnek elő egy-egy verseny során. Jelenleg itt a 2019-es évadnak a képei láthatók. Egyébként minden évadról készül egy összeállítás, és azok pedig járják az országot, tehát például a 21-es évad az tegnap volt Babarcon, és hát most ez a kiállítás most egy arabig itt lesz Bonyhádon, aztán pedig megy majd tovább különböző településekre. A képek alapján a néző betekintést nyerhet a németség kulturális csoportjainak életéből, de a hagyományőrző programok elkapott pillanatai is a gyűjteménybe kerülnek. De amit mi a legjobban szeretünk, az amikor egy-egy életképet láthatunk, amikor elkap a fotós egy pillanatot, egy felhőtlen, egy boldog pillanatot, vagy akár egy szomorú pillanatot, olyan pillanatokat, amik hozzátartoznak az életünkhöz, ami a németséget is, és a kisebbséget is, hát különböző oldalairól mutatja meg azt, hogy tudunk sírni, tudunk nevetni, tudunk ünnepelni, de ugyanígy nagyon dolgos népcsoport a német nemzetiség, tehát nagyon sok olyan kép is készül, ami munkaközben ábrázol a németség tagjait, és nagyon-nagyon érdekesek az archív fotók. Ott különlegesek azok a képek, amik nem beállított fotográfiák, hanem amik tényleg egy-egy pillanatban, egy élethelyzetben kapják el a fotónak az alanyát, úgymond. Tehát van így például olyan fotónk, ahol Törökországban dolgoznak éppen sváb vendégmunkások. Tehát ilyen archív fotót is küldtek már be, vagy olyat, akik a kitelepítés után Németországból hazaküldték az első fotót magukról, az új, hát az kijelölt lakhelyükről. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon különleges alkotások érkeznek, és azt gondolom, hogy a segítségüket tényleg jobban megismerhetjük a múltunkat, és egyben a jelenünket is, és ez mind bizakodóan, azt eredményezi, bizakodóan tekinthetünk a jövőbe is. Profi és amatőr alkotók képei egyaránt színesítik a bemutatót. A centrum nem törekszik arra, hogy csak a szakmaszerűen képet készítők munkáit mutassa be, hiszen sokkal érdekesebb a kiállítás úgy, hogy bárki elkapott pillanatát közkincsé tehetik. Itt ennél a versenynél nem csak az számít, hogy a legprofibb beállítás, a legjobb fényviszonyok jelenjenek meg egy képen, hanem az, hogy az elkapott pillanat az, amit szeretne megmutatni a fotós, amivel szeretné egy kicsit közelebb hozni hozzánk a német nemzetiséget. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy végeredményben első helyen hozzák ki, kategória győztesként hozzák ki a versenyzőt. De ami még fontosabb, hogy bár versenynek van elnevezve a blikkpunkt, ez nem jelenti azt, hogy versenynek kell lennie, hiszen ez egy különleges kép anyag, ami így összeáll. Most már több mint 4000 fotónk van az archívumunkban, és azt hiszem ez a kincs sokkal fontosabb annál, hogy arról beszéljünk, hogy egy verseny volt, és ki nyerte meg az adott évadot. Minden évadból vándorkiállítás készül, ami bejárja az országot, és néhány évvel ezelőtt összeállítottunk egy exkluzív anyagot is, ami pedig vászonképekből áll, tehát 60x60 centis vászonképek, amik szintén is kiállításra kerülhetnek olyan galériákban, ahol megfelelő hely van ehhez. A blikk.hu honlapján visszakereshetőek az egyes versenyévadoknak a képei, tehát folyamatosan lehet nézegetni az archívumot nálunk és keresgétni a képeket. Másrészt kiadtunk már 2 fotóalbumot is, ami az első 5 év és a második 5 év 100 legszebb fotográfiáit tartalmazza. Ezeket főleg nemzetiségi oktatásban használják, de nagyon szeretik ajándékozni rokonoknak, barátoknak, és hát tényleg egy kis kincses tár, amit imádni való, hogy fellapozni alkalmaként és belenézni, hogy ki milyen fotókat küldött be az adott évben. Bonyhád volt az egyik helyszíne a bukovinai székelyek találkozója elnevezési programnak, mely rendezvényre 60 fős delegációval érkezett a város erdélyi testvértelepülése, Madéfalva közössége is. A programban bemutatták a Hazatérés című alkotást, mely a bukovinai székelyek Magyarországra kerülésének történetét viszi színpadra. A találkozón átadták a népcsoport fejlődéséért kimagasló teljesítményt nyújtóknak járó elismeréseket. Posztumusz Sebestyén Antal díjat kapott Sebestyén Gyula, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Szekszárdi Egyesületének tagja. Keresztes Andor, Mária Gyüdi plébános,
Sebestyén Miklós a kismányoki székelycsűr tervezője és Kostás Árpád néptáncoktató is. A kétnapos programról részletesen beszámolunk a Tolnatej Televízió Székely magazinjában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!